Sziasztok! Ma folytatom a Mount & Blade Warband Prophecy of Pandor végigjátszásomat. És hát itt maradt abban, hogy az előző részben sikerült leszerzni ugye zsoldosként a rodogokhoz, plusz van némi küldetés, amit meg kell csináljak. Például vigyek 5 zsák gabonát Freveranba, szóval vegyünk gabonát a falukból, ahogy elnézem, nincs. Ja. Várjunk a svadiaiakkal. 6-ban állunk, akkor oké. Ugye már a svadiai területeken lehet a legeslegolcsóbban gabonához jutni. Ah, oké. Jó. Nézzünk be a fogadóba. Van egy váltságdíj alkuszó, csak nincsenek fogjaim. Itt van Donovan utazó. Nem, mindegy. Ja, 38 dénár. A sok. Képezzem ki epesebb lakóit. Na jó, nézzünk el. A svadiai sajrodok békét kötött. Na jó. Akkor irány a svadiai terület, és a svadiai területeken méghozzá... Opa! Arra nem megyünk. Méghozzá... Wow! Noldori csapat 324 katonából áll. Mi az eget csinál az itt, basszus? Jézus! És akkor mondom, a svadiai területökről lehet szerezni legolcsóbban gabonát, szóval innen. Na akkor ilyen Reverán. Csak nagy véletlenül beleszaladjak egy csapat Kergitbe. Legolcsóbb ugyebár a svadiai területről lehet szerezni gabonát, méghozzá Praven területén. Pravenből plusz a környező falukból lehet a legolcsóbban gabonához jutni. Ami tök jó. És én úgy vettem észre, aztán nem biztos, hogy 100%-osan csak itt lehet legtöbb és legolcsóbban kapni, de nagy valószínűséggel. Oké, irány Jalen. El kell kísérjem a parasztokat Jalenbe. Lehagytak. Az gáz. Bakker. Oké, és akkor is győzünk, ugye? Ja. Király! Lett pár jó fogjom. Ugye már automatikázni tök jó így a játék elején, mert szerzünk foglyokat így. És nem vernek el minket. Plusz jó cuccokat lehet szerezni, plusz... jó foglyokat. Igaz, hogy sok katonát veszíthetsz, de annyi baj legyen. Na, trading party irány Jalen. Szerintem innen már elérnek Jalenbe, de azért egyefene. Hova lettek? Ja. Oké, itt voltak. Pont most értek be. Hát, ha már itt vagyunk, nézzünk be Jalenbe. Hogy látom, itt van kaverra, de nem vesszük most fel. Eladjuk ezeket a cuccokat, a gabonát vissza. És kérjük meg ettől a csávótól, hogy ad valami melót, valami. Mindegy. Valahol van egy csapat fosztogató, akiket le kell vadászni, de hát onnan a bánatból kerítsem én elő őket, és merül a telefonom. Ezeket itt végezzük ki. Van egy csomó számszeríjászom, tök jó. Én már először számszeríjászokat gyűjtök, de utána kell a nehéz gyalogság. Hát ja, ezek menekültek előlem, de azért nem annyira gyengék, mint gondoltam. De annyi baj legyen. Ups, az kapott egyet. Wow. Jó, hogy a pajzsom kapta el a köcsög. Egy jó ütés a fejre és meg is, és ki is dőlnek. Ha elkapott pont a fejét.
Ah, ő elkapott, csak nem fejem. Hát azért jó pár foglyot szerzek, ami tök jó. Ó, oh, valamelyik lelőtte, pont le akartam ütni, de lelőtte a csávó. Ezt is, lol. Wow, megdobott késsel. Na, erre az utolsó. Kettő. És ez az a csávó kiült, basszus. Szép. Elég jók ezek a számszerű íjászok. Főleg ezek a birodalmiak. Pár fogoly lett. Cuccok. Nem is rossz. Egyelőre nem adom nem adok olyan parancsot a két hősömnek, hogy fejlessze magát, mivel először akarok még egy céget alapítani, ami már nem sokára meg is lesz. Még kell egy olyan 6000 dénár, ami nem annyira sok. És utána pedig küldetés sikeresen teljesítetted, oké. Na akkor irány, epese. Miután van még egy céhem, akkor és ott beadom a parancsot a hősöknek, hogy fejlesszék magukat. És szerezzenek maguknak a csata végén jó cuccokat. Ezek hányan vannak? Ketten. Jó. Adjuk el a cuccainkat. Jó pénzt kapunk a cuccokért. Az egyikért 670 dénárt. Nem is rossz. Jó, nézzünk be ide. Remélem van egy váltságdíj alkuszó. Eladom a foglyaimat. Itt van Frederick de Mertenheim. Van váltságdíj alkuszó, király. Ezzel még nem is dumáltam. És 1182 dénára fogjuk érni, nem is rossz. Már van 8572. Na képezzük ki Epese lakóit. A Foodrame Grove-ot fogjul ejtették. Na gyere, köcsög. Wow. Oké. Okay. Hú, majdnem kiütött. Nem sokon múlt. Amúgy hányat kell? Azt hiszem 5-öt kell kiképezni, eddig megvan egy. Mindössze 8 órát vesz igénybe a csapatok és a parasztok kiképzés. És 1517 dénárt bevétel, nem is rossz. Nem is rossz. Legelőször a rodok területeken építek céheket. A következő jelkalában lesz. Utána megyek a svadiai területekre. Ó! Oh, király! 8-as szint. Ahogy látom, csak egyesével jönnek a parasztok. Puff, az kidőlt. Jó, egy látom szintet léptem, és fejlesztek egy olyat, hogy nem tudom. Fejlesztek egy ilyet, és egy sebkezelést. Miért ne? Amúgy durva, hogy képességpontokat kapok számszeríjra, miközben számszeríja nincs is. Vagyis, de van! A hülyeséget beszélek. Megyek egy füstölt halat. 110 dénár, na menj a rákba. 110 dénárt nem adok egy füstölt halért. Inkább elmegyek a nordok területére, ott megkapom 30 dénárért. Igaz, hogy mire visszajövök, egy csomó elfogy, de tök mindegy. De oda megyek is nagy létszám, vagyis veszek 2-3-at, vagy 4-5-öt is, akkor sokkal jobban kijövök, mintha itt venném meg. Ja, bár attól függ, hogy hol akarsz venni cuccokat. Például az olívaolaj velük a területén nagyon olcsó. De más helyen nagyon drága. De például a hal a nord területeken nagyon-nagyon olcsó, de nagyon olcsó például az olívaolaj. Szóval ez úgymond, amiből sok van, valahol ott olcsó, amiből kevés, az drága. Szóval ez mindig is úgy működött. Hogy amiből sok van egy helyen, az ott azt olcsón megkapod, mert hát rengeteg van belőle. De például ha valamiből kevés van, akkor az drágában jön ki, mintha ahol sok van. Látom, nem 5-öt kell kiképezni, hanem 7-et, te jó Isten.
A lényeg, hogy Veluka területén olcsón lehet megkapni a Zolivát, a Sarle vagy Spraven területén nagyon könnyen, vagyis nagyon olcsón lehet megkapni a Gabonát, a Sargot területén, vagy Tír közel területén pedig nagyon olcsón lehet megkapni az a füstölt halat, ami tök jó. A Kergit területeken azt hiszem, hogy a datóját lehet kapni olcsón, a kenyeret talán, de nem biztos, ebben nem vagyok biztos. De... azt hiszem, hogy a Veigir területeken pedig... a bort talán. A mézet én úgy tudom, hogy azt is a Nordok területén lehet megkapni a legolcsóbban. És hogy észak területén, nem, bár nem biztos. Ebben az egy, és ezekben nem vagyok biztos. A gabonában, a halban és az olivában ebben biztos vagyok, hogy ezeken bár a valami felsorolt területeken lehet megkapni legolcsóbban. A többiben nem vagyok annyira biztos, mondjuk a többi nem is igazán érdekel. Az egy kenyér az még jó, hogyha tudod, hogy hol kapod meg olcsó, mivel az nagyon jó harci morált ad a katonáknak, és általában a kenyér az egy olyan alap élelem, ami kell, és ezért is ad olyan jó morált a katonáknak. Ezeket a zsöványokat üssük ki szépen, ne bosszogassák a parasztokat. Oh, what? Oj. Ups, de nagyot ütnek azzal a bunkóval. Oh, oké. Okay. Jó, vegyünk fel pár embert, és valami küldi még. Á, hozza ködzsák búzát, király. Akkor irány a... irány Praven, most benézek Pravenbe, oké. Okay. Oh. Kashi... jaj, nincs mit enni, azt hittem, hogy Kashi nem kedveli kaverát. Ó, de szerintem győzünk automatikon, nem? Bár most már mindegy, kikerüljük őket. Egye fene. Irány Jaragar először. Mindössze, ó, mondjuk 33 dinár. A gabona. Nézzünk be Pravenbe. Mások ott mennyi. 26, na ja. Kenyér meg 107. Jaja, az drága. Az úgy elég drága. Oké. Okay. Az itt mi? Wow, meg elkapta a Noldori csávó, és nem támadja meg senki? De az egyik becsatlakozott. Még ha valaki becsatlakozna, én megpróbálnák besegíteni. Á, mindenki elfut előle. Ja, Noldoriak. Ithil Randir. 13 Noble Twilight Knight, 13 Noldor Noble, 117 Ranger és 122 Noldor Maiden Ranger. Atya úr egy isten. Azok lemészárolnak mindenkit a gecibe. Kinek jelent csak amúgy? Jelent Stalbar Grófnak, aki Velukában van. Számolj fel a fosztogatókkal. Hát az nem jött össze. Ja, what the fuck? Oh, mi? Bázra, hogy a másik besegített, a másik nemes. Lol. Mi jó, hogy reggel volt. Oh. Amúgy... hát ez elég necces lesz. Ám bár a szövetségesemnek, ahogy elnézem, vannak birodalmi mortal, és van egy vagy két birodalmi lovagja is, ami tök jó. De van egy csomó légionárius, meg ilyen birodalmi mortal egység, ami nagyon király, szóval tényleg ezek nagyon kemény gyalogos katonák. Meg ahogy látom, van egy-két gladiátor is, páncélozott számszerű jászok. Hát, reménykedjünk a győzelemben. Vagy 20, vagy kb. Olyan 35 emberrel van több nekünk, plusz-minusz. De ugyebár lovas nép ellen küzdünk, szóval így
Na jó, mondjuk ahogy elnézem, sok a gyalogost. Hát bár ha lovas népellel küzdesz, az a 20-30 túlerő nem olyan sok. Ja, főleg, hogyha már is nyomják a nyílzáport. Ám bár a birodalmi mortal egységnek nagyon jók a felszerelésű. Nagyon jó a páncélzata, a pajzsa, stb. Nem kell félteni őket annyira. Ups. Szerintem győzünk. Ó, lett egy foglyom, király. A 8-as sebeztem, nem is rossz. Wow, egy ütés! Király, kemény vagyok. Majdnem. Ja, a birodalmi mortal egység az jól nyomja. Majdnem lett még egy foglyom. Ó, lett még egy. Jó pénzt kapok majd ezekért a köcsögökért. Ops, megszúrt. Ops, az is meglőtt. Ó, lett még egy. Na persze, ha győzzünk, lett még egy. Az, hogy ment mellé. Wow! Mindjárt kiütötte a lovamat. És kilövik a lovamat. És a lovam lerokkant. És kiütött a köcsög. Ahogy elnézem, a birodalmi katonáinkat lemészárolják. Mi a fene? Hú! Gyerünk, mortul! Ó, szép! Ne dobigálj ilyenkor semmit, te! Védekezz inkább! Még vannak 20-an? Már annyian se, szóval győzünk simán. Kemények ezek a birodalmi mortál egységek. Nagyon erősek, de vannak ezek a birodalmi immortal. Még jobb. Csak sajnos olyakat nem tudunk felvenni. Csak birodalmi mortált. De elég jók ezek is. Kemény gyalogosok. Az én embereim nagyjából senkit nem ölnek meg, csak meghalnak. Mázli, hogy pont reggel lett és becsatlakozott a szövetséges. Ó! Oh, mindössze 3 fogoly. 45 a 12-vel. Ugyanolyan testpáncél. Lol. Hát jó, eladjuk. Nem adom oda a hősöknek egyelőre. Nem kell az nekik. Jó, fejleszünk pár katonát. Ugyebár a fenntartást már nem én fizetem, szóval az már lényegtelen, hogy mennyi a fenntartás. És szintlépés, ez az. 9-es szint, nem is rossz. Fejleszünk egy erőt és egy ütőerőt. Oké. Kíséret Talbar Grove, na én is arra megyek. Na. Már nem. Már nem kíséred? Igen, be kéne adjam a küldetést Emirinben. Emirintbe. És vegyünk még fel pár embert. Kasim szintet lépett. Jó, még fel tudok venni még 2 embert. Az nem olyan sok, de elég lesz. Fejlesztünk egy értelmet? Nope. Fejlesztünk egy erőt és egy lovaglás.
Ja. Ó, van egy birodalmi számszeríjászom. Hűha, már kemény vagyok. Most már annyi. Most már kemény vagyok. Tálbár grófot kíséri. Akkor kövessük őt. Ups, itt van. Amúgy is neki kellett jelentsek. Ja. Oké. Okay. Kövessük a Talbar grófot. Na de, most akkor mi van? Most mit csinálunk? Amúgy van némi cuccom, szóval pénzhiányban, vagyis élelemhiányban nem szenvedünk. Ahogy elnézem, pénzem is van, nem is rossz, 8800. Sereg fenntartása mindössze 388 dinár, az kevés. Oké, okay. Talbar gróf hivat. De miért állt meg? Ráklikkeltem Talbarra. Ah, mindegy. Wow. Nem akartok harcolni velük? Szerintem ne is harcoljunk. Ajjaj. Júj, azt a csávót ki is nyírják. Hely már. Dustrail Narra és Halmart derítsen fel, szóval. Dust irány akkor először Halmar. Ó, a francba. Muszáj bemenjek ide. Jó, ezt még egyszer. Jó. Még egyszer, mert reggel lett. Ah. Beküldtek ide, basszus engem. Ajjajjaj. Hú. Na húzd már el onnan. Húha. Nem akar elmenni ez a köcsög. Jó, ahogy látom, elmegy. Helyes. Mit lát? Hú, basszus, beküldtek ide az ellenség mögé. És persze, hogy a szekuláris köcsögök követnek. Irány Dustrail. Nem érnek utol, ahogy elnézem. Vagyis utol érne, de nem még fog. Haha, köcsög. Na, még egyszer. Jó, húzzunk innen. Új, bakker! Nem ér utol. Ó, sokkal gyorsabb vagyok. Mármint 0,2 ponttal. Az pont elég, mondjuk. Ó, ide rossz helyen vagyok. Na, húzzunk el innen, basszus. Irány Ibles, és... Wow, remélem beérünk. Oh. Küldetés elverve, vagyis elvetve, mivel Talbar grófot elverték, mert egy idióta. Na mindegy. Ezt még egyszer. Ah, oh, tya úristen, erre fut az egész Kergit. Wow. Basz meg! Elbasztam. Nekem annyi. Whoops. Whoops. Irányzagos. Az Isten itt. Jézus szent szar. 27 ember. Oké, beértünk. Wow, basszus, ajj, jól elkúrtam. Jó, mindenki elment, oké. Okay. Hú, bakker. Na, ne szopass, erre pont kijön a köcsög. Ajj, a rohadt életbe, komolyan. Na, nézd már. Hát ez ennyi. Ha. Beszoptad. Ja, harcra.
És én irányítom a birodalmi immortál egységet. Wohoho! Egy csomó dasár ellen. Wait. Birodalmi immortálok és birodalmi mortal. Na jó, támadás, mert jönnek a dasár kutyák. Jaj, ez fájni fog. Ja, a lovam le van rokkanva. Na jó, mindegy, nem figyeltem. Lássuk, mit érnek ezek a birodalmi harcosok. Annyi az egész, hogy ezek a Dashar Windrider harcosok is nagyon erősek, és lemészárolják a birodalmi mortálokat, meg immortálokat. Mondjuk, az csak az én embereim halnak, ha úgy vesszük. Pár birodalmi egység is meghal, de leginkább csak az enyhémek. Még a lovat is kinyírjuk, basszus. Még a parasztasszonyomat is megölték. Bár még vannak 11-en. Ajaj. Ez szoros lesz. 10 lovas az még nagy veszteséget okoz. Mondjuk már csak 9. Veszélyesek ezek a birodalmi immortálok, mivel van amelyiknek ilyen bazi nagy pallosa van, az mikor oda bassz a lónak, annak annyi. Még van 7 emberük. Ahogy elnézem, győzünk. Plusz ugyebár lancsákat is dobigálnak. Szép! Ahogy elnézem, győzünk. És jött egy üzi-büzi. Még van 2 emberük. Kemények ezek a birodalmi harcosok amúgy. Nagyon jó a felszerelésük is. Nagyon bejön. És győztünk. Szép. Köszönöm. Julia feldúltnak tűnik. Sejtem miért. Sok embert veszítettem. 100%, hogy az lesz a baja. 9-en maradtunk, basszus. Ja. Az a baj, hogy túl sok embert vesztettem úgy egyből. Oh. Nem tudok automatikázni, de tök mindegy, mert kinyírom azt a 2 embert. Bár 2 lovasa, ahogy elnézem. Hűha. És ugye már a lovam is le van rokkama. Na ja. Nem még kéne használjam egy ideig, hogy meggyógyuljon. Egy megvan. Hahaha, fejből lőttem a lovát, lol. Hú, de gyors ez a ló. Király! 2 fogoly? Eladjuk jó pénzért őket. És fölvesszük ezeket itt, és kiképezzük őket. Irány jelkala. Nézzük, hogy lehet, és alapíthatunk egy céhet. Ja. Timár műhely, 541, nem sok. Takács, wow, 222, what the fuck. 366, 202, bor, 188, hűha. Hogy elnézem, jelkalában nem igazán vannak jó árak, na mindegy. Még be kéne nézzünk a fogadóba. Ansent, Sarah the Fox. Vegyük fel Ansent. Ó, oh, Ansent ingyen csatlakozik, és Sarah the Fox. 1500. Jó, hagyj jöjjön.
utazó. Na mindegy. Adjuk el a cuccokat. Véletlenül kifosztottam egy falut. Nem volt szándékos. Oké, nagyjából vissza is kaptam, amit Sarah the Foxnak odaadtam. Jó, és hát akkor gyűjtsünk katonákat. Jaj, tényleg, Reese Grove-tól vissza kell szerezzem a elrabolt line-t. Nem ide akartam. Há, nincs valami küldi amúgy. De hozzak 4 zsák búzát, azt hiszem van nálam annyi. Nincs. Á, francba. Hány van nálam? 3. Vegyünk már még egy zsákkal innen. Igaz, 46 dénár volt, de nem baj. Képezzem ki őket. Na jó, de először megcsinálom a küldetést és visszaszerzem az elrabolt lányt. Noldoriakat láttam? Ha jól láttam, akkor azt hiszem, ott volt egy csapat Noldori. Szóval meg kell keressem Reese Grove-ot. Nézzünk be Velukába. Lássuk, van egy váltságdíj alkuszó. Itt van Riva. Van. Young Dasharnóból. Egyelőre nincsenek szükség, vagyis nincs szükségem ilyen kemény elit katonákra, szóval nem veszem föl Dashart. Majd, hogyha elit katonákra lesz szükségem, akkor felveszem őket. Wow. 35 fogoly. Wow, birodalmi katonáik is vannak. Nem is rossz. Jó, automatik. És győztünk, ez alap. És fölvesszük a birodalmi katonákat. Ó, van egy birodalmi lovag, király. Abból lesz még egy, vegyük ezt is. Van egy birodalmi mortal, még jobb. És van egy kobra harcos is. Ebből is lesz egy. Vegyük a földművest is, a többi az nem kell. Wow! Cobra Plate Armor! Atya úristen! 57 a 17-tel, te jó isten! Wow! Na ja, ezért érdemes... Ó, oh, bazd meg! Kit nem kedvelsz? Juliát! Julia! Bocsika! De menned kell! Tök mindegy... Hú! Kaptam egy kurva jó páncélt! Te megkapod ezt, meg ezt, ezt majd eladjuk. Már lássuk Ansennek milyen van. Ja, megkapod ezt. Ja, már Ansen az ingyen csatlakozott, és az látszik is, mivel szinte semmilyen nincs. Na jó, keressük meg Reese Grove-ot. Mi lássuk, mi a harci helyzet vele. 102 embere van. Jó, keréljük ezt ki. Átlag feletti a morál, hát az nem a legjobb. Látom, itt fejleszgetünk. Van egy kobra harcosom is. Nem olyan rosszak azok. Tredian Grove vagy. Hol van? Reese Grove. Szóval Reese. Csatatéren Ribelet vár a közelében. Azt tudom, hol van. Az ott né. Oké. Okay. Ó, csapat Noldori. Ez Regas, Montevar, Harris, vagy Place, tök mindegy. Mirkaud, megkérjük ettől. Nagy valószínűséggel elment onnan Reese Grove. Nem, még most Derkios vár a közelében van. Mi a fene? Derkios. What? Derkios. Reindy, Ribelet, Drihim. Oh, Derkios.
Itt ugye bár harcolnak, ó, meg is vagy. Harcolnak a nordokkal, ha minden igaz. Na, add vissza a lányt, te köcsög, te lányrabló. 1200 dénárba kerül, de mindegy. Vegyünk fel pár sarleoni embert is. Ja, miért ne? Jók a sarleoni harcosok. Nézzünk be Pravenbe. Van egy váltságdíj alkuszó? Yes, good sir. Well met. Nekem meg volt pár foglyom. Gabona mennyibe megy? 32 dénár. Hát elég drága most. Jó, mindegy. Irány akkor a francba. Kifosztották. Na jó, irány Fenadába. Reverant portyázza. Wow. Wow, ez most komoly. Wow. Várjunk, várjunk, várjunk. Ott most nagyon jó foglyokat fogok tudni szerezni, plusz katonákat. Ó, te jó ég. Erőt fejlesztünk, és ütőerőt. Ansen, nem. Ansen lesz az én mérnököm, és taktikusom is egyben. Szóval ő kap értelmet, azaz mérnöki tudás, az legyen nagy. Plusz ő lesz az én taktikusom is egyben. Ansen barátom. Húha! Nem is biztos, hogy győzni fogunk. Na ja, annak a csávónak annyi. Nem győzünk, nincs hogy győzzünk. Leverik a noldoriak, basszus. El is verték. Lett kemény a 93 fogoly. Kéne keresünk egy erősebb nemest, akivel le tudnánk győzni. De hol kapunk egy olyat? Ahhoz, hogy mi lenyomjuk ezeket a noldoriakat, az nekünk kéne egy ilyen 100 fős nemes, akinek van annyi harcos 100 katonája. Hol a bánatba kapok olyat? Egy sem mászkál most persze erre. Az... izé... az Noka és Kergit volt. Pedig ezeket nem lenne jó veszni hagyni, itt van egy csomó jó foglyuk, basszus. Itt jó lenne elkapni. Na mindegy. Svadia háborút hirdetett a nordoknak. Ups! Majdnem elkapott. De hol vannak ilyenkor a nemesek? Meg is vagy! Jó. What the fuck? Hogy nem? What the fuck? Hogy nem segít be a buzi? Ha, look at that red nose butt by the captain. This one likes his wine and food far more than battle, I guess. Azért nem segít, mert nem kedvel. Ne szopass már. Na végre. What the f... nem, de! Fuck! Mi a... Na nézd, már egyből vissza is vonul a buzi, és nekem támad, hát ezt nem hiszem el. Na most, na végre, hó, basszus, ezt a szivatást komolyan, ha, wow, na ezekért jó sok pénzt fogok kapni amúgy, plusz egy csomó jó harcost, wow, legelőször vegyük a legjobbakat. Légionárius, Nobleman, birodalmi pikás, számszeríjász, birodalmi lovag, Dashar Nobles. Ja. Ugyebár mivel csak zsoldos vagyok, ezért hogyha nem kedvel a csávó, és a nemes, akkor nem segít neked a harcban. Hogy kapná be? Húj. Majdnem megszivattak. Kár, hogy nincs amúgy egy olyan, amivel egyből fel tudod venni az összes csávót. Vegyük a parasztasszonyt. Volt egy komment, hogy miért kedvelem annyira a parasztasszonyokat. Nagyon jó Vekaviai Royali-ját lehet belőlük fejleszteni.
amik nagyon királyak. Új, Raven Sterni Ranger, mi a bánatot keres az itt. Oké. Okay. Vadásznő jöhet, és Dashar Lanzsás is, és csak egy bőrkesztyű. Hát, jó. Többi a tiéd, haver. Átlagos a morálunk, mivel kétszer is vissza kellett vonulni. Na, irány Fenadába. Ezt képezzük ki a parasztokat. Ja, parasztok kiképzése. Ergelon várát odaadták Brula Nozsánnak. Amúgy Noldoriak ellen egyáltalán nem érdemes lejátszani a csatát, csak automatikázzatok. Sokkal jobb, ha automatikáztok, mivel olyankor szereztek foglyokat, plusz jobb tuccokat kaptok, miután vége a csatának. És ugyebár a Noldori foglyok rengeteg pénzt érnek, szóval a rengeteg az tényleg azt jelenti, hogy nagyon sok pénzt kapsz a Noldori foglyokért. Ezért megéri automatikázni ellenük csak, és nem lejátszani a csatát. Szerintem, hogy automatikáztok, sokkal kevesebb veszteséget is szenvedtek el, és sokkal több foglyot szereztek. Ja, elvették ugyebár Ergeron várát, annyi baj legyen. Wow. Bevitt egy ütést a köcsög. Jó, a bevételem 1316 dinár, nem is rossz. Alapítok Jelkalában egy céget, de nem biztos, hogy Jelkalában. Azt hiszem, inkább elmegyek Jalendbe, ott sokkal jobb vagyis bevételt fogok tudni szerezni szerintem. Jelkalában valahogy mindig nagyon szarok a bevételek, mármint az árak. Bármilyen céget alapítsz, nagyon ingadozó. Szóval sosincs egy olyan, hogy tudod, hogy stabil, megvan mindig a több, mint vagy kb. 600 dinárod. Itt Jelkalában össze-vissza ugrándoznak az árak. Nem annyira jó hely Jelkala. Szerintem. Na de mindegy, harcra fel. Inkább elnézek Jalenbe. Nem láttad a fát? Tök jó, hogy kaptam ezt a kobra páncélt. Jöjj! Wow! Ajaj! Ajaj! Szinte gondoltam. Ja, ahogy látom, levágjuk őket, ám bár még vannak mindig 11-en. Nem volt a legjobb ötlet közéjük szaladni. Gyerünk, srácok, megnyerjük, még vannak 6-an. Na, hogy már kinyírjanak. Amúgy szarad, de fogsz 7-es szintű lett, király. Az tök jó. Hány van még? Még van kemény kettő zsövány. Ó, kilőtték szerát. Ja, két íjász zsöványka. Még egy parasztot kinyírtak. Azaz, megdobta kővel. Puff, még egyszer. Azaz, még egy követ neki. Szép volt, Kasim. Ez egy kergit csávó, ha minden igaz. Jó, ezt hagyom. És hát pár a szintet léptek, plusz Sarade Fox is. Fejleszünk neki egy erőt és egy lövőerőt. Miért ne? MR az ott van, szóval irány MR. Kapjuk el azt a csávót, aki dezertált a seregből. Ó, várjunk, meghalt a lovam! LOL. Hát, az kurva jó.
Azt most hagyjuk, abban nem avatkozunk bele. Mindegy. Éjszaka nem lehet megkapni a csávót amúgy, csak reggel. Ezért meg kell várjam, még reggel lesz. A nordok és a vejgérek békét kötöttek. 26-an vannak, az jó sok. Kéne egy kis segítség ahhoz, hogy lenyomhassam őket. 7 zsák búza. Jézus Mária. Ja, amúgy tényleg gyalog vagyok. Hú. Ott a csávó amúgy velem szembe. A menekült dezertőr. Na, ballagjunk oda. Tök jó amúgy ez a kobra páncél, nekem bejön. Nem rossz. Elég jól véd testre, 57 pontot, plusz még 17 lábvédés. Nem is olyan rossz az. De kell vegyek egy lovat. Egy-kettőre kinyírjuk a csávót. Ups. Vagy nem. Ha-ha-ha-ha, király. Wow, azt hittem, hogy az első ütésnél ki fog nyírni, de nem. Mivel volt egy jó fejvédő. Fejlesztünk egy vezetői képességet. Legyen minél több emberem. Bár egy vezetői képesség 10 ponttal növeli a... ezért, ha minden igaz. És 5%-kal csökkenti a zsoldokat. Hűha. 5 fővel növeli... itt azt írja, hogy 5 fő, de valójában 10-et ad. Vagy talán még többet. Mivel ad ugyebár, ami jól tudom, 10 pontot ad az, hogy fejlesztesz rajta plusz 1 pontot. Plusz amiatt is kapsz pár pontot, hogy fejleszted az SE, ami nem tudom mit jelent. Tök mindegy. Ezt eladjuk. Élelem nem igazán kell, de meg kell vegyem a gabonát, mivel el kell vigyem a faluban. Még csak 6 zsákkal van. Szóval még valahonnan kell vegyek egy zsákkal. Amúgy remélem van itt egy váltságdíj alkuszó. Ja. Itt van Riva. Young Fjellzvény Noble. Az nem kell. 2633 dénár a foglyokért, és van 13 edzem, szóval meg tudom alapítani a legnagyobb, vagyis a legdrágább céhet. Gerlux Grófnak kellett elkapni ezt a csávót, nincs itt véletlenül? Nincs. Akkor nézzünk be Uhunba, és vegyünk még egy zsák búzát. Ja, és irány MR. És remélem nem futok bele Noldoriakba. Jó, meghoztam a búzát, és rajtam ütnek. És ki fognak nyírni. Hogy elnézem, szamuráj kardjuk van a geciknek. Ja. Nekem annyi. Ja, hülye szamuráj kardos köcsögök. És vesztettem majdnem 500 dénárt is. De jó. Na mindegy, még mindig van 12.641, ami nem is rossz. Van 70 emberem, velem együtt 71, ami nem is rossz, de még veszünk fel párat. Még 5-en csatlakoztak. Na jó, irány először Jalen, mivel Jelkalában nagyon szarok az árak, szóval inkább irány Jalen. Nem avatkozok most bele. Ha nem muszáj. Order Knights. 8-an vannak. Vajon győznénk? Ó, Shadow Legion. Oké. Ezeket nem bántjuk. Ez a Shadow Legionhez tartozik. Nope. Na jó, lássuk. Ó, bár ez a falu nem kedvel. Ja. El kell kapjak egy csapat Noldorit. Kurva jó. Jó. Jó, ez oké, és le kell nullozzam, ugyebár mínusz egyet ír. Gyere, volt egy küldetés, ami nem sikerült. És el kell kapjak egy csapat Noldori kutyát.
Na mindegy, vegyünk egy lovat. Egy makacs hátasló megteszi. Jó, vegyünk füstölt halat, ahogy elnézem, elég olcsó. Mindössze 76 dénár, nem is rossz. Küldetés. Emerint újjáépítették amúgy? Az jó lenne, mert ezt a nőt haza kéne már vinni. Ezt a csajszit. Na, irány Emerint fele. Ó! Oh. Ó, kinyírták a bajkeverőket. Na jó van. Azt a Noldori csapatot ki is nyírták, akiket ki kellett volna nyírjak. Ah, my lord. Well made indeed. Jó, a fene vigyel. Na, fizessünk még egyet. Ám bár nem most, tök mindegy. Ha most se lenne pénzem arra, hogy célt alapítsak, mivel nincs 12 ezrem. Hát jó, akkor irány Emirin fele. Hopp, 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 mennyi az annyi? Hú, 18-an vannak. Ám bár... Egy próbát megér. Szerintetek győzünk? 18 ellen. Ja. Győztünk. És szereztem újabb embereket. Sőt, szerintem még jobban jártam így, hogy leautomatikáztam őket. Noldorjak ellen nem is igazán fogok játszani csatát, csak automatikázok. Nem okés ellenük csatázni. A Maiden lovasságból nagyon jó katonákat lehet. Wow, törött Noldori Rune Sword. Oké, okay. Noldor Noble, Noldor Noble Shield. Wow. Wow. Hát jó. Nem is rossz. Eladom a cuccokat amúgy. Nem tartom meg egyelőre, nem. Majd egyszer. Király, 1813 dénár. Nézzünk be a fogadóba. Szerintem még itt a váltságdíj alkuszó, eladnám ezt a pár foglyot. Ja nem, de van egy másik. 1191 dénár, nem is rossz. Emirin még most sincs újjáépítve. Na mindegy akkor. Reverán, az se. Jó, keresünk Noldoriakat. Ha elnézem, a Noldoriaktól nagyon jó cuccokat lehet szerezni. Ezért ide kéne csalogatni, hogy elkapni ilyen kicsi-kicsi csapat Noldorokat. És... lenyomni őket. De ha elnézem, nincs. Na mindegy. Jó, Emerint újjáépítették. Na végre. A lakosság eléggé kedvel. Hozzak 6 tehenet, azt most adott egyet. Jó, egyet akkor már hoztam, még hozzak 5-öt. Irány Epessébe vegyünk 5 tehenet. És vigyük Emirinhez. És képezzem ki őket. Hú, titeket is. Mivel mostában mindenkit ki kell képezni? Amit tudtam felvenni egy... izét... egy embert, az csak azért... Na nézd már! Az csak azért, mert ugyebár az elrabolt lány kilépett a seregből. Nekem annyi. Ja! Ja! Ez ennyi volt! Hülye szamuráj kardotokkal, basszus! Aj, na jó! Ezek után lehet, és úgy kéne csinálni, hogy ne... menjek éjszaka, basszus! Ez így nem jó, eddig már 1000 dénárt elbuktam, csak azért, mert elkaptak. Ez így elég szar. Akár honnan nézzük. Na mindegy. Igen, van 12 ezrem, szóval az azt jelenti, hogy először nézzünk el jelkalába. Wow. Daughter of Persion. Ezek egy csomó vekáviai köcsök. Vagyis ribanc.
Ah, Food Rain Grove. Ó, 1200 dénát kaptam bevételnek. Nem is rossz. Ú, a sereg fenntartásom 2221 dénár, és mennyi volt a bevételem a zsoldom? 2800, nem is rossz. Hú. Na ja, ugye már van egy csomó birodalmi katonám is, lovagjaim is vannak. Na jó, Timár műhely 433. Takács 225. Na jó, én itt nem alapítok céget. Az egy vicc, amilyen árak vannak Jelkalában. Az egy hülyeség. Inkább elnézek megint Jalenbe, fizetek még egy kört az embereknek, megkedvel a város, és akkor tudok alapítani egy céhet, basszus. Inkább Jalenbe, mint Jelkalába. Az egy vicc, amilyen árak itt vannak, basszus. Az hülyeség. Na, de elkapod még ma, vagy csak holnap? Ho, hello! Itt besegítünk. És remélem fogjul ejtem a köcsögöt. Ja, ha, király! És lesz már Scorpio Assassinom is. Wow! Oké. Okay. Mindegy. Sirály! Szereztem foglyokat. Oké. Okay. Még több fogoly. Egy parasztasszonyt is, meg földművest, király. És komoly lovakat, te jó ég. Ezekért jó sok pénzt kapok. Oké, okay, irány Veluka. Adjuk el ezeket a foglyokat. És foglyokat szerzett cuccokat. A szárított hús elég drága. Jó, van itt egy váltságdíj alkuszó? El kéne adni a foglyokat, ahogy elnézem, van. I usually try to avoid your flavor of trouble. 2584 dénár. Nem is rossz. Sőt, nagyon király. Jó, fejlesszük a katonákat. Mind a két, és két hősöm szintet lépett. Kasim, kap egy erőt és egy acéltestet. Hansen pedig értelem. Nyomkövetés? Ja, nyomjunk egy két pontot a nyomkövetésre. Még jobb nyomolvasó. Ujj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 
nem avatkozunk bele. Nézzünk be Builintba is. Amúgy... Ja igen, epessét kell kiképezni, 5-5 mindössze, az nem sok. Na ja. Fizessünk egy kört az embereknek, és akkor megkedvel a város, és alapíthatok céhet. Oké. Így, és akkor a város kedvel annyira, hogy céhet alapíthassak, ugye? Ja. Timár műhely 532, Takács műhely 549, legyen Takács műhely. Többit meg se nézem, mert tudom, hogy általában ez a két C, ami sok pénzt hoz. De kivéve Velukában, ahol az olajprés a legjobb. A többi helyen mindössze ezek. Timár műhely és a Takács műhely hozza a legtöbb pénzt. Ezeket szépen itt leautomatikázzuk. Nagyon jó foglyokat szereztem, basszus. Itt egy pár katonát el kell küldjek, fel kell vegyek valami jobbakat helyettük. Wow. Földműves el. Ti el, és akkor jön olyan, hogy maiden lovas. Hú, basszus. Dashar törzstagokat elveszük, a maiden lovasságot. Küldjük el a milicistákat, vegyük fel a Charleoni páncélzózott gyalogságot, Charleoni manatarmot.
Három parasztasszony és vissza két milicistát. Wow, 34-et véd lábra. Van egy jobb pajzs is, király. Na, nem is rossz. Lett egy csomó jó harcosom megint. Apropó, milyen küldetés? Igen. Irány Epese. Mindegy, elverték őket. Maradt még 7000 dénárom. Nem is rossz. Ezeket eladjuk szépen. Veszünk némi élelmet. Nézzünk be a fogadóba. Azt hiszem zárom a videót, srácok. És képben nézek ide. Há, az földműves? Ja, akkor azt még megcsináljuk. Na, ellenséges részeg. Meg se tud sebezni, basszus. Jó. Amúgy, ha például előbb kiütöd, mint hogy előrántja a kardját, akkor... akkor megutál a fogadós. Miután előrántotta a kardját, és utána kinyírod, akkor megkedvel a fogadós. Jó. 5000, vagy 536 dénár, nem is rossz. Persze, hogy segítek Reveránba. Reveránt megszállták a zsiványok. Na jó, nézzünk el Reveránba. Ja. Zsöványkodó. 24 erdély zsövány. Na, lovacska előre. Van birodalmi mortálom és Shadow Legion Marinus harcosom is. Ez nagyon király. Ujjjjj, lovam le fog rokkanni. Most már nem. Ujj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 
Ezt nagyon nem kellett volna. Nem, bár hogy elnézem, a katonáim el vannak. Elszórakoznak ezekkel a zsöványokkal. Hol egy Shadow Legion Marinus csávó? Hogy néznek azok ki? Azt hiszem nincsen. Ja, azt hiszem ebben a csatában nincs itt. Na mindegy. 9 hírnévpont, nem is rossz. Segítsek valamiben? Hát persze, hozzak 7 zsák búzát. Mányó, hány van nálam? 1. Na de hát, akkor ezt még csináljuk meg. Szóval irány Praven. Ja, maradok zsoldos. Egy ideig. Egy jó hosszú ideig. 26 dénár, nem is rossz. De még benézünk Pravenbe is. Lássuk, hogy mennyi búza van itt. 22 dénár. Tényleg olcsó basszus itt a búza. A gabona. Mindegy. Zsoldos kartforgató nem kell. És irány Reverán akkor. Adjuk be a küldit, és utána irány Epese, és zárom a videót. Szóval oké, és itt nincs több küldi. Eléggé gyorsan megkedvelnek a faluk, ez tetszik. Oké, és irány Epeséhez. Na de hát köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül.